Sok szeretettel köszöntünk minden kedves szurkolót, folytatódik a régen várt kérdezfelelek rovatunk. Mai vendégünk, ahogy már láthattátok a PMFC Facebook oldalán, Koller Krisztián. Jöttek ezrével a kérdések, úgyhogy bele is csapunk a mai műsorba. Üdvözöllek, Krisztián. Szervusz. Kezdjük talán a legelején. Kanádi Patrik kérdezi tőled. Szia Krisztián, gratulálok mindkét gólodhoz, amit lőttél az első két fordulóban. Az első kérdésem az, hogy melyik bajnokság és csapat a kedvenced? Hát nekem már régóta a Real Madrid a szívem csücske. Egyébként tényleg tehát magát a spanyol bajnokságot is azt favorizálom körítésnek, ami úgy körülveszi az az angol, ami úgy tetszik, de a spanyol az, ami játékban is, meg úgy látványban az úgy nekem az, ami tetszik igazából. A Madrid az meg már még a 95-ös évek, 95-ben körülbelül azóta a kedvenc csapatom, még a Suker, Mijatovic, az időszakból azóta a kedvenc csapatom. Mit szoktál csinálni szabadidődben, kérdezi még Patrik? Szabadidőben, hát most igazából az ember az, én próbálok inkább aktívan pihenni. Hogyha tehetem, akkor elmegyek strandra, de hát most igazából nagyon-nagyon nincs rá időnk, meg lehetőségünk, meg hát ugye nem is engedhetjük meg, hogy az edzésekkel a strandra menjünk, pedig iszonyat meleg van. De hát az ember azért mindig próbál valamit csinálni. Így konkrétan nincsen így kimondottan, azt mondom, hogy kedvenc időtöltésem, de sok mindent, inkább aktívan, mint passzívan. Miért a 9-es mezt választottad? Fú, hát a 9-es mez az egy olyan, egy kicsit ilyen számisztika, ilyen régi olyan kedvencemmé vált, még itt ifista koromban vált kedvencem, és azóta szinte majdnem minden klubnál áll a Istennek a 9-est, azt magaménak tudhattam. Egyfajta ilyen jelentőséggel bír számomra, lehet, hogy egy kicsit ilyen túl misztifikálom, de nekem ez egy olyan pluszt ad, hogy a 9-es mez az mégis a hátamat, hátamat izzítja. Utolsó kérdés Patriktól. Kivel vagy a legjobb barátságban a csapaton belül? Hú, hát nagyon sok mindenki, szinte tehát mindenkivel jóban vagyok, úgy gondolom, akiket már régebb óta ismerek, és már régebb óta fociztunk együtt itt a Vitrédi Dáviddal, Fodor Ferivel, akikkel nagyon sokat szoktunk ökörködni, meg úgy jó hangulat, de mondom, a Lantos Leventével régebben is már fociztam együtt, úgyhogy szinte mindenkivel jóba. Mondom, inkább a Vitrédi Dávid és a Fodor Feri, de nem emelnék tehát ennyire ki, de ők a kettő, aki igazából így, hát úgymond közel állunk így egymáshoz barátilag. Következő kérdezőnk Várhalmi Zoltán. Mikor fogunk pontokat is szerezni, a játék egészen jó, csak a gólok hiányoznak? Hát megmondom őszintén, már én is nagyon várom, meg a csapat is nagyon várja, hogy mikor lesz meg az első győztes mérkőzés. Én úgy érzem, itt szoktam így a néha böngészni itt az oldalakat, itt nagyon sokan temetik a csapatot. Én szerintem ez a csapat sokkal többre hivatott, mint ahogy most állunk. Tényes valahogy most az utóbbi Paks elleni mérkőzés az nem volt annyira jó, se játékban, se dinamikájában, de én úgy érzem, hogy itt a felkészülési meccsek alapján is, meg a Fradi ellen is bebizonyított ez a csapat, hogy nagyon sokra képes. Én úgy érzem, hogy el kell érni azt a sikert, meg kell ennek az első sikernek, és egy kicsit, hogy a szerencsés mellénk párt olyan, és akkor onnantól kezdve szerintem be fog indulni a szekér. Úgyhogy én nem írnám le ezt a gárdát, ez egy fiatal, sikeres gárda, úgyhogy szerintem eredményesen fogjuk zárni ezt a szezont. Legyen így, Zakariás Bálint kérdezi, ki rúgja a csapatból a legnagyobb szabad rúgásgólt? Hát általában megvannak ugye azok a játékosok, akik ki vannak jelölve a szabad rúgás elvégzéséhez. Legtöbbször a Vitrédi Dávid ballábasok közül most a Mol Dávid van, aki ki van jelölve. Általában ők szokták rúgni, tehát nekik van rá a legnagyobb sanszuk, hogy ők rúgják a legnagyobb szabad rúgásgólt. Az élő példa ugye ott volt a tavalyi szezonban, amikor a Vitya a Fradi ellen ugye kipókhálozta a Jovának a kapuját. Idén még ha jól emlékszem, volt a Zsejkovicsnak ugye annó egy nagy szabadrugás gólja, meg a Kausicsnak ugye a Pápa ellen, ha jól emlékszem, igen, tehát ők is, de a legtöbb jött ugye a Vitya szokta rúgni, meg a, mondom most a MOL bal oldalról. Máté Róbert a következő kérdezünk. Állítólag hosszú évekig dolgoztál egy teremspecialista edzővel, Es Lászlóval, Bonyhádon a technikai tudásod csiszolásán. Igaz-e a hír, és ha igen, akkor mit tudsz ebből kamatoztatni az NB1-ben? De most ő az, akiről az előbb beszélgettünk, ugye ez a kérdés, ő egy nagyon jó régi gyerekkori barátom. Hárman vannak testvérek, örülök, azt kell tudni, hogy ők Bonyhádon laknak, és én nagyon sokat jártam oda teremtornákra játszani, tehát minden télen volt három teremtorna, és Es László, az a Sipos László, aki a csapatvezetője,
aki úgy fogja fel ezt a három teremtornát, mint hogyha Bajnokok Ligáját játszanánk, de ez tehát tök buli az egész, mert tényleg való ez a szívét, lelkét kiteszi, és megpróbálja szakmailag is úgy beleélni magát a dolgokba. Ez egy ilyen kis poénos kérdés, de kamatoztattam az ott tanultakat, úgyhogy innen is üdvözlöm őket. Oké, okay, Udvardi Dániel a következő kérdezőnk. A fehér tép mit célt szolgál a csuklódon? Ezt értelmezzük. Ja, amit rá szoktam tekerni. Nem tudom, egyszer csak így rátettem a kezemre, úgy egy kicsit ilyen rátétből, és azóta egy minden meccsen kabalából fölteszem, úgyhogy az már ilyen úgymond nélkülözhetetlen tartozék a mérkőzésnek. Mondom, hogy kamer ott van, ugye, hogy kabala. Tehát most már egy kabalából van rajtam. Berkovics Máté a következő kérdező. Hogy érezted magad Michelinben? Na hát ő, tudom névről is, ő egy volt tanítvány, amikor én kint tanítottam még Michelinben. Hát ezt már többször is elmondtam minden interjúban, hogy a Michelin az egy olyan mérföldkő volt az életemben, tehát futballterén, hogy az egy olyan pozitív élmény volt, ami szerintem egy egyedi és megismételhetetlen. Nagyon jól éreztem magamat, csak pozitívumokban tudok beszélni, mind eredményben, mind a környezet, ami körbeveszi, tehát az emberek, akik még akkor is ugye a csapat mellett vannak, hogyha nem igazán mennek ide, áll a Istennek, az nem olyan, de hát nem volt nagyon ilyen. Mondom, csak pozitívumokat tudok mondani róla. Lehota Bálint kérdezi, melyik gólodnak örültél a legjobban? Sok sikert! Na, ő is egy tanítványom volt. Nagyon jó fej, srácok. Megmondom őszintén, hogy kimondottan ilyen, hogy gólnak, persze hát minden gólnak körül az ember, de ilyen kimondottan kedvenc gólom az nincsen. A tényes való, hogy azért sokat nyom alatba, hogyha az ember egy olyan csapat ellen tud gólt szerezni, akinek azért van nívója, gondolok itt a Videótorra, vagy esetleg a Fradira, de mondom, tehát minden gólnak tudok örülni, így kimondottan nem tudok így kiemelni most így, hogy melyik gólomnak örültem így a legjobban. Egy kérdés csokor következik Babocsán Dánieltől. Szia Krisztián, szerinted milyennek látnak a többiek téged? Mi a szereped a csapaton belül, az öltözőben, illetve milyen érzés az, hogy a másodosztályból alapember lettél? Fú, hát ez egy érdekes kérdés. Erről inkább a többieket kéne megkérdezni. Én már azt elmondtam régebben is, hogy Michelinben is úgymond egy kicsit ilyen központi szerepet játszottam. Próbálom az öltözőbe is a hangulatot egy kicsit megspékelni, de hát ugye itt tele van olyan játékossal, tele van dillel, hát hogyha már így fogalmazom, tehát itt nagyon nem kell félteni a brigádot. Mondom, tehát hogy milyennek látnak a többiek, azt tőlük kéne megkérdezni, az Hódzier, hogy én sem vagyok egy százas, tehát nem hiába hívnak engem is dillnek, meg bolondnak, de mondom, tehát a másik mi volt, hogy másodosztályú alapember lettem. Én úgy érzem, hogy megpróbálok megtenni a maximumot minden meccsen a pályán. Van, hogy ez úgy jön le, hogy több-kevesebb sikerrel, de soha nem úgy megyek ki, hogy feltett kézzel. Az, hogy alapember lettem, ez volt a célom, hogy alapemberé váljak itt az NB1-be, és megmutassam, hogy mire vagyok képes. Remélem, hogy még ennél is többre leszek képes, és egy jó szezon tudok én is, meg a csapat is. Legyen így, Farkas Tamás a következő kérdezőnk. Véleményed szerint csatárposzton megvan-e a csapat? Ha igen, szerinted ki tud pótolni kit, ha nem, akkor a magyar mezőnyből kit látnál szívesen a csapatban? Hú, ez egy szemét kérdés. Szerinted a 4-4-2-es felenes mennyire passzolna a csapathoz? Miért nem ilyen felenesben játszotok? Ha felhagysz a focival, akkor újra tesi tanár lennél, vagy más elképzelésed van? Hú, hát ez egy kérdés áradat. Én ezzel a csatárposzton mindig úgy vagyok, hogy ugye most kívülről nézik az emberek, ugye azt látják, hogy egyedül van fönn a Grumics nálunk jelen esetben, de nem az van nálunk, tehát nálunk ugye az egész csapat támad, az egész csapat védekezik. Na most vannak támadó szellemű játékosok, vannak védekező szellemű játékosok. Itt én nem emelném ki különösen arra, hogy csatár vagy nem csatár, mert hogyha az öt támadó szellemű játékos nem képes gólt rúgni, akkor hogyha hárman támadnak, vagy nyolcan támadnak, én úgy gondolom, hogy öt embernek bőven kell tudnia olyan helyzeteket kialakítania, vagy öt-hat embernek, ami megfelelő lehetőség az, hogy gólt szerezzünk. Én így komolyan, tehát kimondottan csatára így nem bontanám le az egészet.
nem érzem azt, hogy csatár hiányunk lenne, mert szerintem mondom, hogy a felkészítés meccsekat is, meg most a Fradi meccsen is voltak olyan lehetőségek, az már a mi sorunk, hogy az utolsó döntések, utolsó passzok nem voltak jók, de hogyha mondom, szerintem arra sínre kerülünk, akkor itt nem kell félteni, mert itt meg fogják találni a játékosok a góllövő cipőit. Következő kérdezünk Hajdú Attila. Szia, gratulálok a magabiztos játékhoz. Mi a különbség az idei és a múlt évi csapat között? Hova várod a csapatot a végén? Hát az idei csapat, és én mondjuk csak a tavaszit tudom hasonlítani. Én már most érzem a különbséget, tehát ami nagyon fontos, az öltözői hangulat ugye kicsit felszabadultabb lett, tehát nagyon jó az öltözői hangulat. Amint mondtam, tehát nagyon sikeres fiatal játékosokról van szó. Egyfelé húz a csapat. Mondom, hogy sajnálatos, hogy ez az első két mérkőzés ez nem úgy sült el eredményben, ahogy kellett volna. Én egy konkrét pozíciót nem határoznék meg, mi minden meccset meg szeretnénk nyerni, amennyit csak lehet, és akkor majd ez kijön a végén, hogy hányadik hely. Tehát minél előrébb szeretnénk végezni, az teljesen értető. Így kimondottan én nem szeretnék így most helyezést elmondani, hogy most mennyi, hányadik helyre várom a csapatot, de minél előrébb természetesen. Maradjunk tehát akkor a jövőnél, a következő kérdés is erre vonatkozik, Sziklai Balástól érkezett. Kedves Krisztián, a kérdésem az volna, hogy a csapatot morálisan hogyan érintette a Ferencváros és a Paks elleni vereség, és ennek tudatában hogy készültök a Videoton elleni vendégszereplésre? Hát én mint elmondtam, hogy tehát természetesen, hogy minden vereség után keserű az embernek a szájízelve, így van a csapat is, tehát minden tagja, én úgy érzem, hogy azért bosszantja, hogy a két mérkőzés alatt nem szereztünk pontokat, de tehát nem hagyjuk le a fejünket, ugyanúgy dolgozunk tovább. Mondom, én többre tartom ezt a gárdát, mint amilyen helyen most állunk, ezután a két mérkőzés után. Semmi másban nem készülünk a Videóton ellen, mint ahogy eddig készültünk másik mérkőzésekre. Tavaly be tudtuk mutatni, hogy a Videóton ellen is lehet nyerni idegenbe, tehát én úgy érzem, nincsen veretetlen csapat, csak most már, mondom, rá kéne térni arra a sikeres útra, és hogyha nem lesznek ezek a hullámvölgyek a csapat teljesítményében, akkor én úgy érzem, hogy bárki ellen tudunk sikeresek lenni. Tehát én úgy érzem, hogy a Videóton ellen is megfelelő eredményt lehet elérni. Köszönjük szépen, legyen így, köszönjük, hogy itt voltál. Kedves szurkolóknak is köszönjük szépen a figyelmet, találkozzunk legközelebb egy hét múlva, és hogyha gondoljátok, akkor írjátok meg a PMFC Facebook oldalára, hogy melyik játékos láthatok szívesen itt mellettem. Találkozunk legközelebb is, szevasztok!